könnyebb engedélyeztetés. Egyre több az építkezés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, derül ki a KSH statisztikájából. 200 millió szál illegális cigaretta. Tavaly ősz végéig ennyit foglaltak le országosan. Sok esetben illegális cigarettagyárakat, raktárakat találnak a pénzügyőrök. Több fiatal dolgozik. Európai viszonylatban Magyarországon van a legkevesebb munkanélküli fiatal. A 25 év alattiak között ez az arány 12%. Egyre több az építkezés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, derül ki a KSH statisztikájából. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az élénküléshez hozzájárul a csok, de a családi házak építését az is segíti, hogy most már egylépéses az engedélyeztetés a 300 négyzetméternél nem nagyobb hasznos alapterületű ingatlanok esetében. Ezt a nyíregyházi társasházat múlt héten adták át. A ház tömbben mintegy 60 lakást alakítottak ki, 50 négyzetmétertől 100 négyzetméterig. Az ingatlanok iránt óriási az érdeklődés, a lakások nagy része már az építkezés előtt vagy közben elkelt. Ennél a hasonló beruházásnál még csak az alapokat rakták le, de már itt is adtak el lakásokat. Elsősorban most, amikor már a családi otthonteremtési kedvezmény megjelent, nincsenek lakás kapacitással szemben gondok, tehát mindenképpen megélénkült ez a piac, és mindenképpen megfigyelhető, hogy nem csak azok vásárolnak lakást, akiknek elsődlegesen a lakhatási igény kielégítése a céljuk, hanem befektetési céllal is vásárolnak az emberek lakásokat. Ebben a lakóparkban 14 év alatt már 503 lakást építettek, ami pont 2014-ben volt, amikor a tervező irodákban mintegy 70%-os volt a visszaesés. Jelenleg a családi házak építése is fellendülőben van. Egy kormányrendelet alapján egyszerűbbé vált a 300 négyzetméternél nem nagyobb hasznos alapterületű ingatlanok bejelentési kötelezettsége. A tervezés már csak egy lépésben zajlik, kivitelezési dokumentációt kell készíteni, amit e-naplóba töltenek fel. Erről Vég József, a megyei építészkamara elnöke beszélt 35 perc című műsorunkban. Az engedélyezést eddig egy komoly szakemberi kontroll előzte meg. Ez az egyszerű bejelentési eljárás során ez a fajta szűrő kimarad a folyamatból. Valójában az elektronikus rendszerbe a tervek feltöltésre kerülnek, és 15 nap leteltével, az igaz, hogy ehhez a platformhoz hozzáfér pár szervezet, de 15 nap elteltével jellemzően senki nem szól hozzá az építetőhöz, és kezdheti az alapozást. És csak abba bízhat, hogy elég bölcs, elég tapasztalt tervezővel hozta össze a sors, vagy kellőképpen körülnézett és talált és keresett ilyen szakembert. A KSH legfrissebb adatai szerint a kiadott új lakásépítési engedélyek száma emelkedett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Míg 2014-ben 128 volt ez a szám, 2015-ben már 187-re nőtt. Bár pozitív a változás, az építkezési cégeknél azonban sokszor problémát jelent a szakképzett munkaerő hiánya. 200 millió szál illegális cigaretta. Tavaly ősz végéig ennyit foglaltak le a pénzügyőrök országosan. A 137 kilométeres magyar-ukrán határszakasz továbbra is a hazánkba és Európába irányuló illegális dohány útjának legkritikusabb területe, mondta el szerkesztőségünknek Sárközi Alexandra, a NAV bűnügyi szóvivője. Hozzátette, sok esetben azonban már nem csempészeket, hanem illegális cigarettagyárakat, raktárakat találnak a pénzügyőrök. A magyar-ukrán határszakaszon a vámosok csempészeket és csempészhálózatokat derítettek fel 2016-ban is. Hazánkban ez a 137 kilométeres szakasz kritikus területe az illegális cigarettaforgalomnak. A csempészek speciális eszközökkel, éjjellátókkal, vízi járművekkel és nagy teljesítményű gépkocsikkal szállították az illegális dohányt. Az utóbbi időben viszont változott a jövedéki termékekkel való visszaélés módja. Míg korábban főleg a külföldön előállított és Magyarországra jogellenesen behozott áru adta a lefoglalt dohányáru nagy részét, addig 2016-ban már máshogy alakult a helyzet, ugyanis tavaly több illegális gyára és raktára is ráakadtak a pénzügyi nyomozók és a pénzügyőrök. Volt, hogy sok millió szál elkészült cigaretta került elő, de olyan is előfordult, hogy több tonna gyártáshoz felhasználható dohányt találtak a kollégák. Az elkövetők beszállított
hozták az alapanyagot Magyarországra, beszerezték a gépeket, és megpróbálták a cigarettát előállítani, a késztermékeket pedig nyugat-európai piacra szánták. A pénzügyőrök az elmúlt évben is már a kisebb súlyú bűncselekményekről, inkább a szervezetten elkövetett, nagyobb hálózatban működtetett bűnügyekre fókuszáltak. Tudatos stratégia szerint sikeresen mozdultunk el a tömeges, de kisebb súlyú ügyekről a kevesebb, azonban a szervezettség egyeit magánviselő és a költségvetésnek súlyos károkat okozó bűncselekmények felderítése és nyomozása irányában. A szóvivő elmondta, hogy az előző évben a központi költségvetésnek okozott kár értékének több mint 30%-át lefoglalásokkal, zárolásokkal elvonták a bűnelkövetőktől. Méltatlan tisztségére a kislétei polgármester ezt állapította meg a nyíregyházi törvényszék másodfokú tanácsa. Koncz Veronika, a törvényszék sajtótitkára arról tájékoztatta televíziónkat, január 25-én nem peres eljárásban döntött a tanács a méltatlansági ügyben. Korábban a nyíregyházi közigazgatási és munkaügyi bíróság nem jogerős végzésével megállapította a kislétai polgármester tisztségre való méltatlanságát, mivel vele szemben a debreceni ítélőtábla szándékos bűncselekmény elkövetése miatt felfüggesztett börtönbüntetés szabott ki. Tekintettel arra, hogy a polgármester még az újraválasztását követően ezen büntető ítélet hatálya alatt állt, így polgármesteri tisztséget nem tölthet be. A másodfokú bíróság 2017. január 25-én megtartott tanácsülésén az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyta, ezáltal a méltatlanság kimondása jogerőssé vált. A kislétai polgármester az ítélettel kapcsolatban nem kívánt nyilatkozni. Európai viszonylatban Magyarországon van a legkevesebb munkanélküli fiatal. A 25 év alattiak között ez az arány 12%. Többen dolgoznak a kormány ifjúságvédelmi garancia programjának köszönhetően. Erről Illés Boglárka, az Emberi Erőforrások Minisztériumának ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára beszélt Szamoskéren, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség találkozóján. A kormány több programmal is támogatja a fiatalok elhelyezkedését, mondta el a találkozón az ifjúságpolitikáért és esélyteremtését felelős helyettes államtitkár. Ilyen az ifjúságvédelmi garancia program, amelyben 180 ezer fiatalt szeretne elérni a kormány. Eddig mintegy 60 ezeren vettek részt a programban, amely főként a 25 év alattiak elhelyezkedését támogatja. A foglalkoztatók csak 2016-ban 24 milliárd forint kedvezményben részesültek, de a program képzési lehetőségek is tartalmaz. A vidéken élő lakosság megtartásához viszont egyéb programok is kellenek, hangzott el, hiszen az elvándorlás a kisebb települések elnéptelenedéséhez vezethet. Mi arra törekszünk, és azt kívánjuk támogatni, hogy a fiatalok azok helyben tudjanak boldogulni, és akár haza tudjanak költözni, hogyha felsőfokú tanulmányaikat nem is otthon végezték. Most a január 17-én jelent meg az Esély Otthon című program, ez az EFOP keretében fog majd megvalósulni, és ebben az a célunk, hogy a 3000 főnél nagyobb, de 20000 főnél kisebb lakosságszámú településeket kívánjuk támogatni. Az önkormányzatok lesznek a fő kedvezményezettjei ennek a programnak, vagy ennek a projektnek, és az önkormányzatok akár lakáscélú beruházásokra is tudnak pályázni, illetőleg a fiataloknak az elhelyezkedését tudják támogatni. A találkozón szóba került a fiatalok mobilitásának segítése is, amely a megújuló ifjúságpolitikai stratégiai tervben is szerepel, mondta el a helyettes államtitkár. A cselekvési tervben a média tudatosságra nevelés, a fiatalok és családjaik megerősítése kiemelt helyet kap. A generációkat érintő kérdésekre válaszokat adunk, válaszokat ad a politika, és hát nagyon fontos gondolatokat hallottunk olyan állami programokról, Európai Uniós segítsége is megvalósuló állami programokról, amelyek pályázati formában ösztönzik azt, hogy a fiatalok vidéken, falun, kisebb közösségben találják meg a sorsukat, boldogulásukat, hiszen ez nagyon fontos cél mindannyiunk számára, hogy ezek a vidéki közösségek megmaradjanak, fejlődjenek. A találkozón a panelbeszélgetések, a generációk közötti párbeszéd, a fiatalok közéleti szerepvállalása köré csoportosultak.
Konyhakéssel rabolt ki egy nyíregyházi dohányboltot egy 22 éves helyi férfi. A nyíregyházi rendőrkapitányság rablásbüntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást. H. György ellen, aki arcát egy sállal eltakarva, konyhakéssel a kezében bement egy nyíregyházi dohányboltba, ahol az ott dolgozó alkalmazottat a bevétel átadására szólította fel. Az eladónő kivette a kasszából a pénzt, amivel az elkövető elmenekült a helyszínről. A nyomozók a gyanúsítottat rövid időn belül Gáva Vencsellőn fogták el, jelenleg bűnügyi őrizetben van. Kigyulladt egy 200 négyzetméteres családi ház, két szobája, a lángok a tetőszerkezetre is átterjedtek vasárnap délután Nyírteleken az Arany János utcában, tájékoztatott a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Az ott lakóknak sikerült idejében elhagyniuk az épületet, valamint a közműveket is kizárták. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók több vízsugárral és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Személyi sérülés nem történt, azonban a ház lakhatatlanná vált. Baleset történt vasárnap hajnalban a Tokaji úton Nyíregyházán. Két gépkocsi ütközött össze a vásártér előtt egyelőre ismeretlen okból. A helyszínről egy szemét vittek kórházba súlyos sérülés gyanújával. Az anyagi kár jelentős, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Szinte valamennyi vállalkozást, adóalanyt érint a környezetvédelmi termékdíj fizetése, elsősorban a csomagoló szerek miatt. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A hajrában három gólos előnyt eladva döntetlent játszott a Békés Csabával a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1 12. fordulójában lejátszott mérkőzésen a hazaiak 13-12-es félidő után 22-22-re végeztek közvetlen riválisokkal. A Rakamaz sikerével zárult a 4. Nyírerdő Kupa kispályás felkészülési teremtorna. Az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg megyei igazgatósága által szervezett sorozat döntőjében a 2. helyet a Gyulaháza szerezte meg. Szinte valamennyi vállalkozást, adóalanyt érint a környezetvédelmi termékdíj fizetése, elsősorban a csomagoló szerek miatt. Erre hívta fel a figyelmet Struhár Imre szakértő, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara tájékoztatóján. Az előadáson a termékdíjjal kapcsolatos hatályos változásokról is szó volt. Kiderült, hogy több termék díjmentességet élvez 2017-től. A környezetvédelmi termékdíj leegyszerűsítve egy olyan adónem, amelyet a termék tömege után kell feltüntetni és fizetni. Ilyen egyebek mellett az akkumulátor, a gumiabroncs vagy a reklámhordozó papír. A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatosan vannak aktualitások. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara tájékoztatóján Struhár Imre szakértő kiemelte, nincsenek új díjtételek vagy termékkörök, inkább egyszerűsítések vannak. A bizonyos műanyag termékeknél, hogy a bútoripari műanyagnál a vámtarifa számot pontosították, tehát most már arra kíván a jogalkotó mentességet biztosítani, amit elméletileg a jogalkotói szándékkal ellentétesen kerültek eddig is adóztatásra. Az elkönyvett hulladékgyűjtésre szolgáló műanyag zsákok is szintén termékdíj mentességet fognak élvezni, valamint egy újítás gyakorlatilag, hogy a megújuló nyersanyagból előállított műanyag termékek, azok szintén nem keletkeztetnek termékdíj kötelezettséget, de számtalan operatív módosítás van, amivel igazándiból, akiknek a mindennapi életük során ezek a kérdések előjönnek, azok most boldogak lesznek a tekintetben, hogy megkapják a válaszukat a korábbi kérdőjeleikre. Az iparkamara ingyenes tájékoztatójára több megyebeli vállalkozó érkezett, valamennyien hasznosnak vélték az előadást. 1982. október 13. óta vagyok vállalkozó, és hangszerboltot viszek, és a hangszerek után is kell környezetvédelmi termékdíjat fizetni. Tehát a hangszerek kilogramonként, tehát, hogy milyen, tehát azután van a súlya után befizetendő összeg, aztán a csomagolásért, tehát a papír és a nylon csomagolásért is külön fizetni kell, tehát termékdíjat, ez meg van határozva, hogy kilogramonként, gramonként mennyit kell fizetni. A környezetvédelmi termékdíj szakértő a tájékoztatón arról is szólt, a vállalkozásokat, cégeket folyamatosan figyelik. Év végén az ügyfélkapun keresztül mintegy 7500 adóalany kapott megkeresést, hogy vélhetően környezetvédelmi termékdíj kötelezettsége áll fenn.
Balázs Attila nyerte a Magyar Sajtófotó pályázat nagydíját. Az MTI nyíregyházi fotóriportere a Maguk közé Down-szindrómás iskolásokat befogadó osztályközösség című sorozatával nyert. A fotók egy évvel ezelőtt készültek Nyíregyházán. A hajrában 3 gólos előnyt eladva döntetlent játszott a Békés Csabával a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1 12. fordulójában lejátszott mérkőzésen a hazaiak 13-12-es félidő után 22-22-re végeztek közvetlen riválisukkal. A hétvégén nem rendeznek fordulót, a kisvárda február 9-én Budaörsön zárja a bajnokság első szakaszát. Tekintve, hogy a Kisvárda legutóbb október 12-én győzött bajnoki meccsen, és a forduló előtt a 13., azaz kieső helyen állt a csapat, az egy ponttal többet szerző Békés Csaba ellen elvárás volt a hazai siker. Az első fél időben felváltva estek a gólok, egyszer ugyan két találattal meglépett a házigazda, de a vendégek egyenlíteni tudtak, Kucserova utolsó pillanatokban szerzett góljával mégis előnnyel vonulhatott pihenőre a Kisvárda. A második 30 percet a Békés Csaba kezdte jobban, aztán ismét fejfej mellett haladt a két csapat. A hajrára 20-17-es hazai vezetéssel fordultak a felek, akkor úgy tűnt, hogy meg lesz az áhított várdai győzelem, azonban az utolsó 7 percben csak a vendégek voltak eredményesek, így a házigazda számára csalódás jelentő döntetlennel ért véget a találkozó. Az ilyen mérkőzéseken ugye hazai pályán mindenképpen nyerni kellene. Hát ez megint csak nem jött össze, illetve a negyedik olyan meccs, amit a hajrába szorosan X-en, vagy most jelen szerint még vezettünk is, és nem sikerül megnyerni. Ez ennek a problémáját nagyon hamar meg kell fejtsük, különben óriási bajba kerülhetünk. Egyébként teljesen egyetértek Kalicki Lászlóval, hogy ez igen rányomta a bélyegét a tét a meccsre, tehát ez alsóházi rangadó, tehát csak az első félidőben 10 technikai hibát vétettünk mi is, tehát hívhatjuk a kapusok meccsének, illetve a védekezés, jó védekezések meccsének, de leginkább mind a két csapat tényleg rengeteg technikai hibát vétett. Tehát egy szám szerint azt hiszem 17-et, tehát ez egy őrületes szám. A vendégek edzője Skalicki László az egy pont megszerzése mellett annak is örült, hogy csapata nagyrészt végre tudta hajtani az általa elvártakat. Aránylag kiegyensúlyozottabb volt a játék, mint szokott lenni. Aminek örülök, hogy amit terveztünk játékritmusban, szervezettségben, azt úgy sikerült végrehajtanunk. Megvoltak a védekezésben, megállító fogottak, megvoltak a kiszorítások. Tehát azt gondolom, hogy abban nagyon sokat tettünk. Kár volt a eladott labdák, amiből könnyű gólokat tudott dobni az ellenfél. Támadó játékban több hiba volt, nem volt meg az a karakterisztika, a támadó kapacitásunk az átlövő területen. Ebben azt hiszem, hogy deficit mutatkozott. Az NBA tabelláját a Győr vezeti 100%-os teljesítménnyel, megelőzve a 22 pontos Ferencvárost. A Kisvárda 5 pontjával a 13., egy ponttal lemaradva az egy meccse többet játszó, már bennmaradó helyen álló Békés Csabától. A hétvégén nem rendeznek fordulót, a várdaiak csütörtökön és pénteken a Debrecen elleni edzőmeccsekkel készülnek a február 9-i budaörsi bajnoki mérkőzésükre. A rakamaz sikerével zárult a 4. Nyírerdő Kupa kispályás felkészülési teremtorna. Az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg megyei igazgatósága által szervezett sorozat döntőjében a 2. helyet a Gyulaháza szerezte meg, a 3. helyen pedig a korábbi 3-szoros győztes Nyír Gyulaj végzett. Az MLS megyei igazgatósága évek óta szervez egy téli felkészülési teremtornát a megyebeli csapatok számára. Idén 6 csarnokban 36 első és másodosztályú együttes vágott neki a selejtezőknek. A középdöntők után állva maradt Nyugasz Gárda vasárnap a Filó Sportcentrumban lépett pályára. Remekül szolgálta a csapatok felkészülését. A tavaszi szezonra ráadásul, ugye, mint láthatjuk, az elmúlt 15 év leghidegebb januárja van most mögöttünk, előttünk, és így a csapatoknak ez a teremtorna kiválóan szolgálja felkészülését, hiszen a legtöbb helyen műfüves pálya híján kint nem tudnak a szabadban ilyen mínusz 10-15 fokba felkészülni. Az első 3 kiírás győztese, a Nyír Gyulai együttes ezúttal nem védhette meg címét, mivel csoportjából a rakamaz jutott a döntőbe. Természetesen csalódottak vagyunk, hiszen mindenféleképpen szeretünk volna döntőt játszani. Hát ezúttal kicsit elpátoltunk a szerencsés, hiszen rengeteg helyzetet kihagytunk, egy góllal többet szerzett a rakamaz.
nem tudtuk megverni, hiszen egy-egyes döntetlent játszottunk velük, így azt gondolom, hogy saját magunknak köszönhettük, hogy nem tudtunk a döntőbe jutni. Döntőbe jutott viszont a Gyulaháza, amely a selejtezőből és a középdöntőből is csoportmásodikként lépett tovább. Az első fordulóban Demecserbe voltunk, ahol második helyzetként jutottunk tovább. A következő héten más hazai pályán szintén másodikként, ott egymás elleni mérkőzéssel lakamoz volt az első, mi voltunk a második helyezett, és most úgy néz ki, hogy a harmadik hétvégén döntőzni tudunk, az utolsó mérkőzés eredményétől függetlenül már, mivel mind a két előző meccsüket megnyertük. A döntőben a Rakamaz 1-0-ra verte a Gyulaházát, így Madalina György együttesen nyerte a negyedik Nyírerdő kupát. A bronzmeccsen a Nyírgyulaj 2-0-ra múlta felül az Újfehértót. A gólkirályi címet a Nyírgyulaji Fekete Gábor szerezte meg, a legjobb kapusnak a gyulaházi Bandor Ferencet, a legjobb játékosnak pedig a rakamazi Kóka Róbertet választották meg a szakemberek. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Egyre több az építkezés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, derül ki a KSH statisztikájából. Az élénküléshez hozzájárul a csok, de a családi házak építését az is segíti, hogy most már egylépéses az engedélyeztetés a 300 négyzetméternél nem nagyobb hasznos alapterületű ingatlanok esetében. 200 millió szál illegális cigaretta tavaly ősz végéig ennyit foglaltak le a pénzügyőrök országosan. A 137 kilométeres magyar-ukrán határszakasz továbbra is a hazánkba és Európába irányuló illegális dohány útjának legkritikusabb területe, mondta el szerkesztőségünknek Sárközi Alexandra, a NAV bűnügyi szóvivője. Hozzátette, sok esetben azonban már nem csempészeket, hanem illegális cigarettagyárakat, raktárakat találnak a pénzügyőrök. Európai viszonylatban Magyarországon van a legkevesebb munkanélküli fiatal. A 25 év alattiak között ez az arány 12%. Többen dolgoznak a kormány ifjúságvédelmi garancia programjának köszönhetően. Erről Illés Boglárka, az Emberi Erőforrások Minisztériumának ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára beszélt Szamoskéren, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség találkozóján. A Kölcsei Televízió híradóját látták január 30-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb, holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat elérhetik weboldalunkon is. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap felhős időre számíthatunk délutántól havazással. Lényeges változás reggelig még nem várható időjárásunkban, kedden azonban egy hideg örvény érkezik a Kárpát-medence térségébe. Az éjjel is marad a párás, sokfelé derült, helyenként ködös idő, csapadék nem valószínű, a változó irányú szél gyenge marad. Reggelre általában mínusz 17 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap erősen megnövekszik a felhőzet, párás marad a levegő, a nap második felétől havazás várható. A délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra mínusz 7 fokig emelkedik a hőmérséklet. Front hatás nincsen térségünkben. Szerdán is várható havazás, összességében 5-10 cm friss hó is hullhat, melyet délutántól egyre több felé havas eső, ónos eső vált föl. Még csütörtökön is számítani lehet csapadékra, egyre inkább az ónos eső, eső lesz a jellemző. Szerdától megszűnnek a reggeli kemény fagyok, és napközben a hét második felében már fagypont fölé melegszik a levegő.